Üdvözlünk ismét mindenkit, immár a második Orihen Fanatic összecsapáson. Hát, mi a vélemény az előző mérkőzésről, kedves kommentátortársam? Szervusz, Zimi, üdvözlöm újfent a nézőket. Válaszolva a kérdésedre, szerintem nagyjából azt kaptuk, amit előzetesen várhattunk, vagy várni lehetett. Nem nagyon tudott ugye ellenállást tanúsítani az Orihen. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Igen, egyébként nyilván nehéz lesz innen bármit is összehozni az Orihennek, hiszen azért ilyenkor, amikor ugye egy nullával sikerül elverni az egyik oldalnak a másikat, azért ez már egy elég nagy törést tud jelenteni, főleg ilyen nagy különbségek, amikor ugye az egyik oldalt 0-5, vagy a másiknál 3-3. Úgyhogy innen nehéz lesz felállni, ha sikerül felállni az Orihennek. Lássuk, hogy mi is történik akkor, hogy pontosan. Meg is érkeztünk a választási és tiltási fázisba, ahol ugye már három tiltest láthattunk a Fanatic oldaláról, ami nem más, mint Shen, Graves és Evelyn. Ezzel szemben az Orihen ugye eddig a kötelező tiltásokat tiltotta, ami egy LeBlanc, egy Camille és egy újdonság, egy Varus, ezzel ugye átadva a választás lehetőségét, a Rengar választásának lehetőségét a Fanaticnak, amivel élnek is. Igen, most Rengar volt az a karakter, akit rögtön elvisznek. Ugye, hogyha Varus maradt volna benne, akkor meg ő lett volna az, míg válaszként ugye megint érkezik egy Jace, ami az előző mérkőzésen egyébként működőképesnek bizonyult. Nem eléggé, de ahhoz kellőképpen, hogy a sebzést ki tudja osztani, és érkezett egy Jhin mellé, ami mindenképp egy jó kezdeményező karakternek mondhat. Igen, egy elég erős lövészről van szó az ő személyében. Mindenképpen kell hozzá a megfelelő védelem. Ugye vagy egy tankos felsősvényes, vagy ugye egy tankos támogató formájában, vagy egyébként legjobb esetben akár mind a kettő az, ami érkezhet. A Fanatic lecsapott a tankok tankjára, Maokai-ra, és egy, hát mondhatnánk, hogy furcsa választás, de azért egyre inkább kerül vissza Sivir is az idézők szurdokába. Igen, egyébként pont tegnap az esti mérkőzések során volt egyszer kiemelve az, hogy ugye korábbi interjú során azt nyilatkoztam, de nem emlékszem pontosan kicsit, egy lövész volt, hogy Sivir egy olyan választás, ami lényegben mindig benn marad a metában, viszont csak unalmassá válik, hiszen megszokott, hogy mindig csak dobálj le a kis csakrámjaidat, ez meg az. Viszont benne van egyébként az a lehetőség, főleg a végső képessége miatt, hogy akár könnyedén be lehessen menni, úgyhogy akár egy Maokai ott van mellett, ott van mellett egy Rengar. Illetve el is lehet menekülni a végső képességre, amit sosem szabad elfelejteni, hogyha a másik oldalon ott van egy Kha'Zix, ott van egy Jhin és ott van egy Jace. Azok a sebzések, amiket ki tudnak osztani, főleg Jhin egy hatalmas távolságról, azért ez elég jól tud jönni, hogyha el tudsz menekülni előlük egy Sivirrel, vagy akár bárki másra is, aki Sivir mellett ott próbál menekülni. Igen, a vadászaton képessége tényleg nagyon jól jön az egész csapatnak. Ami viszont jól jön az Orihennek például, az a Ryze tiltás volt, amivel éltek. Ezzel szemben ugye a Fanatic nem szeretné, hogyha az Orihen elhozná Fiórát. Igen, és Orihen nem szeretné, hogyha a másik oldalon esetleg megtalálnának egy Namit, ami egy kicsit érdekes tiltás, vagy meglátnának egy Ryze-ot, ami egyébként mindenképp érthető, hiszen Ryze mostanában nem az a karakter, akit nagyon sokszor láthatunk, főleg így az elmúlt egy-két napban, hiszen folyamatosan kivágdossák, amikor van rá esély, nem akarják behagyni semmelyik oldal részére, és megérkezett a Rumble tiltás, ami szerintem bőven jogos, főleg láthattuk, hogy ha megkapta volna az Orihen, akkor mire is lett volna képes esetleg az Orihen csapata, hiszen az előbb a Fanatic megmutatta, hogy kell játszani ezt a két végső képességet, a Stukkert és a felvonásokat. Nem akarták maguk elé ezt a fegyvert így a saját torkukhoz szorítani, ezáltal, hogy odaadják ezt a Rumble-t. Igen, ettől függetlenül Jace az a hős, aki még ugye mindig flexibilis választásnak számít, és egészen addig annak fog számítani, amíg ki nem választja az Orihen az utolsó hőst, ami egy Gragas, és úgy tűnik, hogy Gragas felső ösvényt láthatunk majd. És Jace középső ösvényen próbálhat kibontakozni újfent. Hát, eddig pedig egész érdekes a cserék. Cserék egy kicsit abba hajták, hogy elég fura lehet volna, hogyha esetleg egy Kha'Zix maradott. Viszont kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz képes boldogulni Nehun, Caps ellen, hiszen az egy Jace meg az az Orianna azért kicsit olyan, egy vonzás hullámnak szerintem jobban örülnék, mint egy kis golyónak az arcomba a csapatharcnál. És azt tekintve, hogy ott van az a Maokai, ott van Sivir a vadászaton képességével, aki, hogyha esetleg azt aktiválja és Maokai-ra kerül a gömb, Maokai könnyedén be tud feküdni az egész Orihen közepébe, és oda egy vonzás hullám, úgyhogy mondjuk egy lövészt eltalál, egy támogatót, eltalál bármilyen létfontosságú játékost, azért nem szabad elfelejteni, hogy elég durva sebeket tud ejteni, és könnyedén meg tud fordítani, vagy simán be is tud fejezni egy-egy ilyen csapatharcot. Igen, és hát támogatónak ugye ott lesz Lulu,
aki az európai LCS-ben rendre előkerül, ugye a vadon szava végső képességével könnyedén ugye megmentheti igazából bármelyik csapattársát, vagy ugye egy kezdeményezésnél segítheti őket. Nem felemásan szokott ez sikerülni ugye egy Luluval, de most úgy érzem, hogy a Fnaticnak ez bejöhet. Igen, bőven van benne ráció, hiszen a csapatkompozíciójuk egyébként, ha azt megnézzük, hogy pontosan ugye ott van ez a Rengar, és most már megérkezett ugye ez a Lulu, akinek ugye kiemelted a végső képességét, nagyon jól tud jönni az, hogyha esetleg beugrik Rengar, kiszed valakit, vagy csak majdnem sikerül kiszednie valakit, de annak cserébe el kell villani, hogy bármit felhasználni, hogy elmenekülhessen, akkor nagyon jól tud jönni az, hogyha Rengar esetleg ott van 4 ember között, vagy 5 ember között, megkap egy Lulu végső képességet, akkor pont annyi életet kaphat, amely is még segít túlélni, miközben egy nagyon szép szarvas. Engem, ez a szarvas, ez egészen jól nézett ki, ahogy egyébként az egész idézők szúrnak is jól nézett ki, de éppen csak eddig el is váltották a képet. A Fnatic csapata az, aki talán megpróbálhatja Neihunt becsapdázni. Hopp, hopp, valamit esetleg? Á, nem, simán ki tudod rohanni. Egyébként egy kis formaváltásra Neihunt. Talán haza kell majd menni, hogy ezt a kis életrőt, amit elvesztett, bepótolja, vagy lehet, hogy simán ott marad, és a regenerálódásával pont annyit még vissza tud majd szedni, amennyire szüksége lesz. Igen, 2 alap támadást, és ugye egy golyóbist szedett össze Caps-től, de azért élete jelentős részét elég is elbúcsúzhatott, de hát ezt könnyen megoldhatja, hiszen hazatér, és valószínűleg még ugye a minionok érkezése előtt vissza is fog térni az ösvényére. Igen, és most megint az van egyébként, ami a tegnapi mérkőzésen egyszer előkerült, hogy ugye amikor Maokai van a csapatban, akkor Maokai próbál úgy segíteni egy jungle-esnek a pengecsőröknél, hogy lehelyezi egy kis, hát akkor épp ajándékait, most egy kis macskáit lerakja oda, hogy akkor segítsenek a pengecsőröknek, és akár Kha'Zix az ember, akár Rengar, mint ugye most Rengar, nagyon jól fog jönni ez a kis segítség, úgyis, hogy nem kell ott lennie plusz embernek, hogy segítsen, és ezek után be tudja fejezni könnyedén a madarakat, és a madaraknak köszönhetően pedig elő fogja valószínűleg elérni a 3-as szintet, mint ellenfele Wisdom. Bár egyébként ő is ugyanott kezdett, csak neki kicsit több besegítésre volt szükség, hogy lehet, hogy nagyon kevés tapasztalati pontot talán el fog esni Sartorius, de úgy érezték, hogy ez az, amire itt szükség van. Érdekes egyébként az, hogy ha van egy Kha'Zix, vagy van egy Rengar, akkor mennyire próbálnak a pengecsőröknél egyébként segíteni nekik rögtön. Igen, erre szükségük is lesz, hiszen mint Rengar, de ugye Kha'Zix olyan dzsungeles orvadász, aki szeret és kell is átmennie ugye az ellenfél dzsungelébe, és ha tud, akkor ugye tábort lopni, illetve hát az ösvényen való érkezéseknél is számottevő lehet az a szintelőny, amivel mondjuk ilyenkor rendelkezhet. Mondjuk akár Gox-a, ahogy megsegített a Souls. Igen, egyébként most az az érdekes, hogy az előző mérkőzésen Hivá hozott nekünk egy zárját, hogy bemutassa, hogy amúgy ő ezzel is próbál játszani, nem nagyon sikeresen sikerült neki az előző mérkőzésen, most legalább egy olyan választást hozott erre a mérkőzés egy karmát, amivel talán kicsit könnyebben fog tudni menekülni, vagy legalábbis egy kicsit tovább fog túlélni. Hiszen van egy kis pajzs, amit magára tud pakolni, és azzal együtt egy kis mozgási sebességre is szert fog tenni, ami mindenképp jól fog jönni. Ha nem is neki, akkor a lövészének mindenképp. Igen, hát mondhatnánk, hogy sem Hiva, sem ugye egyelőre az Orichen egyik játékosa sem volt ugye túl szerencsés igazából bármilyen hős választással, hiszen ugye ahogy beszéltetek még a széria elején róla, ugye nincs győztes meccse. Ennek köszönhetően ugye az összes hős selvereséget szenvedtek sajnos. Igen, Zyrat többször is próbálta, most már egy karmát is elhoz. Nagyon szép a sebzés, nagyon szép a kifárasztás, Kesszett visszaütötték, viszont lehet, hogy ennek köszönhetően a villanás segítségével el tudott menekülni. A gyorsítását el kellett használnia, de ez inkább már csak egy ilyen kis formaság volt, hogy biztos el tudjon menekülni. Hát a Wisdom egyébként a végéig próbálta valahogy lögdösni, hogy hát ha sikerül. Az mindenképp jó dolog, hogy annak ellenére, hogy Kesszett már menekült, Neihunnak muszáj volt egy villanástól, illetve egy kifárasztástól is megszabadulni ahhoz, hogy be lehessen fejezni, ami végül nem sikerült. Úgyhogy Caps nagyon szépen tudta megjátszani ezt a 2-1-es felállást. Igen, formára cseréltek a középső ösvényesek, viszont így ugye megkönnyíthetik mind a 2 dzsungelesnek a dolgát egy esetleges következő rajtaütésre, ahogy láthatjuk, hogy Broxa próbál érkezni Sartoriusra. Igen, és itt van az, hogy Broxa valahogy próbált rávetni Sartoriusra, nyilván a passzív nem volt meg, és Sartorius nem az a kis
könnyű gyerek, aki csak úgy szét lehet szedni, úgyhogy a végig meg is mutatta, hogy milyen szép hastáncot tud lejteni az agragaszt, de Roxa nem akar elmenni erről a felső ismérőről, szerintem valahogy még meg akarja próbálni megbüntetni Satoriszt, amennyire csak lehetséges. A bokor most már megvan hozzá, a sebzés ki lehet hozzá, lefogás, és pont be tudták fejezni. Hú. Igen. Hiába igen, kapta Renger, azt a kismert. Első pillanatban talán úgy tűnhetett, hogy ugye szóval az villanása talán korai vagy felesleges, ugye egyből érkezett utána a lefogás, és ugyan Satorius is elvillant, viszont Broxa szintén ennek köszönhetően ugye jelentős életerejétől búcsúzott, annyira jelentőstől, hogy végül Renger el is tudta hozni az első gyilkosságot, és az érte járó aranyat, ami ugye, mint láthatjuk, már az 5. percben körülbelül 500-ra tehető. Én érdekes, de egyébként kicsit az, hogy Satorius minden túlvállalta volna magát, nagyon közel ment az a bokorhoz, pedig tudhatta volna, hogy amint közel ér a bokorhoz, az Broxa mindent be fog vetni, annak érdekében elpusztíthassa, és annak közelében volt ugye lefogása, és de ráugrott még Mahoká is, hát ott már valószínűleg sejtette, hogy ebből már nem nagyon fog elmenekülni, azért a villanással még megpróbálkozott, hát ha elég lesz, de nem. Igen, megpróbál. Muszáj is volt egyébként, hiszen nem adhatta olyan olcsón a bőrét, főleg az első gyilkosság tudatában. Amiről viszont még nem beszéltünk, hogy miért lehet ugye érdekes, vagy érdemes a dzsungeleseknek az alsó ösvényre fókuszálni, az nem más, mint az idézők szurdokában lévő hegysárkány, ami szintén egy jó meginduló lehet bármelyik csapatnak. Szerintem érdemes lehet ugye erre fókuszt fektetni. Igen, nyilván erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fognak fektetni, mint az előző mérkőzésen. Az első sárkányról ott volt a kis óceán sárkány, vagy az első felhő volt, és utána jött az utcán, micsoda probléma, hogy között vízdom. Betalálkozott Broxába, és muszáj volt elhasználni a villanását is. Igen, itt láthatjuk azt, hogy milyen jó az, hogyha egy Rengárt etetsz, ugye jelenleg csak egy gyilkossággal rendelkezik, de nagyon úgy tűnik, hogy ez hamarosan változhat, meg elnézve a sebzését. Ugye a farm előnye jelentős. És a szint előnye is ott van. Jelenleg. Igen. Hát igen, vízdomot nem fogja békén hagyni Broxá, lehet, hogy megpróbálja gyilkosságra váltani ezt a kis dolgot, hiszen tudja, egy villanás már nincsen vízdomnak, úgyhogy vízdomnak a torony alá kell menekülnie. Úgyhogy itt a 2-2 felállásban lehet, hogy valamit még megpróbálnak kezdeményezni a Rengár végső képességgel. Valami? Megnézték közelebbről a bokrot, ami nem volt jó ötlet egyébként, hiszen így be lehetett fejezni Satoriust, és ajaj, lehet vízdom is bajba kerül, vagy nem. Ajaj. A Rengár végső képesség, befejezték a kis krugok. Hát igen. Hát igen. Meg kellett állítani Broxát, mert elég kellemetlen volt. Bár Satorius nagyon szeret közel menni az olyan bokorokhoz, amire biztos van egy macska. Igen, és ugye Renger volt az, aki bemerészkedett még a torony alá is, azért ugye, hogy Greg ezt elpusztíthassa, majd utána a vadászat izgalmával próbált volna menekülni, erre azonban ugye Néhun révén már lehetősége nem volt. Viszont arra még volt lehetősége, hogy a vízdomot is befejezze, így már három gyilkossága van a Fanatiknak, és ugye ezzel együtt Rengárnak. Hát nem lennék most az Orihen helyébe, gyakorlatilag az elkövetkezendő percekben, ahova érkezni fog, ott gyilkosság várható. Igen, és az az érdekesség, hogy ugye három gyilkosságon egy halála, viszont hogy így is tud vezetni farmmal, hogy folyamatosan megy, próbál rajtaütni, míg a másik oldalról ott van ugyan egy támogatásból eredő kis segítség vízdom részéről, viszont belehalt abba a segítségbe. Úgyhogy, nem tudom, az a segítség se annyira segítség volt, hiszen magát próbálta menteni egy villanást, utána gondolod, akkor leszedi a krugokat, biztos már nem lesz itt ez a kis csúnya Broxá, de megérkezett, és nem tudom, valahogy vízdomnak eddig annyira nem magabiztos a Kazix játéka szemben Broxáival, ami mint farm előnnyel, most már egyébként 20 farm előnnyel vezet. És szint előnyel is, bőven rendelkezik az egy szinttel, már egy jó ideje rendelkezik abban az egy szinttel. Satorius gyilkosságából, vagy azért még szó az is profitált, nem is egyszer, hanem kétszer is, ugye két támogatása már van, és nála is ott van egy fekete pecsét, ami azért talán nem lesz olyan jól működő, mint mondjuk egy Singeden, de... Pláne a kettőről. Hát igen, valószínűleg azt nem láthatjuk, de mindenképpen segíti őt, hogy egyrészt az ösvényben maradásban, másrészt ugye a folytonos mini hullámtolásban.
És hát látszik is, hogy ez létező probléma az Origen számára. Próbálták valamennyire Broxát megfogni, úgyhogy semmi rálátás nem volt arra a bokorra. Valahogy próbáltak visszavágni a macskának, aki szeret a bokrokból belecsapódni. Főleg ilyen nagy testű emberek arcába. Hát nem sikerült ez a csap, de legalább szép próbálkozás volt. Hát igen, az a gömb. Az a gömb most nem talált úgy, mint eddig kezdve a korábbi gömbök. És próbál közben valamennyire azért megérkezni a középső ösvényre, szóval az névnek erről volt tudomása, hiszen pont egy őrszemen csücsült. Igen, itt láthatjuk a visszajátszást, amikor ugye Broxa nem hagyja annyiban, talán azt hiheti, hogy az Origen csapat, hogy most már meg menekültek, de nem, és Sartorius csak egy picit lép ki, Broxa egyből kihasználja, ugye Wisdom sújt azért, hogy életerőt nyerjen vissza. Viszont igen, itt láthatjuk a problémát, hogy az ugrását elrontotta. És igazából persze, itt már Broxa meghal, de amilyen jól ezt megoldotta, főleg hogy a Sartorius gyilkosságát, az valami fantasztikus. Hát ez pedig hiba. De hát ezzel nem lehet mit kezdeni, ez mindenkivel előfordul. Wisdom most az életével fizetett ezért. Igen, viszont nagyon jók ezek a visszajártások. Nagyon tetszik, hogy a Riot mindig próbál valami új dolgot beledobni, hogy ne csak a kezdésnél használjuk az új kameranézeteket, akkor a jó gyilkosságot már is, amikor valami olyan történik. Lehet a Super Bowl-ról látták, hogy ilyet is lehet. Igen, jól néz ki mindenképpen. Látszik, hogy itt is a fejlődés. Ahogy látható az is, hogy az Origen azért próbál rálátást szerezni a sárkánynál, vagy igazából a sárkány odúja körül, de erre ugye a Fanatiknak is megvan a válasz a két ellenőrző őrszem személyében. Igen, és Broxa próbálkozik talán megint vagy megérkezni az alsősőnyre, vagy megint valahogy elkapni Wisdomot. Mindkettőre jó esélye van, hiszen a torony már kezd vészes életről elmenni, viszont ott találkozhat rögtön egy Wisdommal, és hát ez pont elég volt arra, hogy kicsit visszafogjon. A teleport ugyan érkezik, viszont itt valószínűleg más nem fog történni, mint hogy Wisdom arcába vetődik Broxa. Gyilkosság nem sikerül el behozni, a kivirágzást talált, és szó az nem akarja annyiban hagyni, mindenképp szeretne egy gyilkosságot elvinni, viszont nincs mögötte elég ember ahhoz, hogy ez megtörténjen. A végső képességét ki kell nyomni a Lulunak, és a felvonások sem voltak elegek ahhoz, hogy Soaz befejezzék, és a passzívjából nyert életelő regenerációk névén pont túl tudta élni. Amíg a vonzás során megint eltalálta egyébként hívát, aki nagyon szereti ezeket begyűjteni. Igen, és hát igen, ezek a tipikus gömbök, amik főleg még fel is vannak erősítve, hát igen. Nem szabad alábecsülni ezt az egészet, még így is, hogy gyengít veled. Nem, és Wisdom az, akit jelen pillanatban a Fanatik csapata, azon belül is, hogy a bőven Broxa bünteti. Itt láthatjuk, hogy nagy őrszem párbaj folyik még az alsó ösvény és a középső ösvény közötti folyóban. Mert azért most már lassan rendeződnek a helyzetek. Néhun Jace az, aki ugye gazdagodott két gyilkossággal, ez valamilyen szinten azért talán egy kicsit visszahozhatja az Origent a meccsbe, és látjuk a visszajátszásban, ahogy ugye ki üldözik Wisdomot és Stabzet a tornyuk alól, köszönhetően Soaz teleportjának. Próbál ugye erre válaszolni az Origen, és Soaz bemegy, gyakorlatilag kitankol három embert, elvillan ugye Néhun érkezése elől, és a Halál 4 felvonása gyakorlatilag mindenkit talál, gyilkossághoz azonban ugye nem sikerült juttatni a csapatát. A vonzás hullám hát nem éppen a legjobb, viszont ugye az, hogy Kha'Zix-ot megint eltüntették, az mindenképpen jó a Fanatik részéről. Itt igen Néhun nagyon szép egyéni megmozdulás után ugye el tudja vinni a Fanatik támogatóját. Viszont az aranyelőny az ugye ettől függetlenül még mindig a Fanatiknál van, hogy a gyilkosságokban való részvétel és a több gyilkossággal rendelkezik is a Fanatik. Ettől függetlenül viszont ugye nagy értékű célpontot még nem sikerült elhoznia egyik csapatnak sem. Igen, viszont kicsit érdekes volt az ugye, hogy most a visszajegyzésnál főleg látszódott az, hogy amint Híva megkapta a vonzás hullámot, Broxa gondolta, hogy rögtön akkor hopp, rávetődöm és akkor elkapom, viszont erre még Híva pont időben tudott válaszolni, úgyhogy most mint egy kicsit jobban odafigyelne arra, hogy ne halljon meg. Nem úgy, mint az előző mérkőzés során, ahol először tette, gyűjtette a halálokat. Az viszont mindenképp szép az Orián részéről, hogy az előbbi csata nem sikerült túl jól, viszont még így sincsenek, csak egy az aranya előny tekintetében most már egy 2000-essel nem maradva, amint kimondtam, hogy csak egy 1000-essel, már 2000-essel sikerült növelni ezt az aranyelőnyt. Hát igen. Közben Broxa pivasz. Igen, Broxa nagyon pivasz, de hát megteheti, hiszen egy 4-1-es rengáról van szó. Igazából a... szép. Új. Kéklopás, hogy nem sikerült, és ráfázhat erre most Broxa. Reckless az, aki beáll és próbálja felfogni
tett sebzését, ezt olyan sikerrel meg is teszi. Szóval az pedig közben folyamatosan cserélget Sartorius-szal és próbálja ugye kihasználni az ösvényen szerzett előnyét. Az első torony a fanatikhoz vándorolt. Sárkányra még nem neveznek be, viszont nagyon úgy tűnik, hogy ők nem szeretnék még abba hagyni ezt a... Hát, szegény sútyarák. Hát, igen. Nem okozott nagy ellenállást Broxának. Igen, legalább a sútyarák sem annyira tudott örülni ennek a 4-1-es rengernek, mint az Orihely játékosai. Hát igen, folyamatosan ezt csinálják egyébként most a játékosok, hogy próbálnak úgy őrszemeket lehelyezni, hogy egyébként ők maguk ne halljanak bele, és legalább olyan helyen legyen rálátásuk, ahol ez egyébként fontos. És érdekes, hogy ugye a kiemeldre játék, hát majdnem a legelejénél, hogy ugye most egy hegysárgány az, igen, ami várja az idézők szurdakában a játékosokat, és amennyire fontos egy ilyen sárkány, annyira még annyira nem mozdultak ki rá, lehet előbb a gyilkosságokat és a kontrollt akarják átvenni a pálya fölött, és utána akarják ezt az egészet, igen, elpusztítani. Teljesen ignorálják, és ugyanúgy, ahogy Wisdom rendelkezik mind a két erősítéssel, ugyanúgy Broxa is rendelkezik ezzel, bár ő ennek talán nem örül, és Szoár sem hiszem, hogy örül annak, hogy megérkezett Wisdom. Igen, Szoár szóval könnyen be tudják fejezni, ha csak nem érkezik meg Broxa, és be tudták fejezni, szóval azt végül, de el kell használni ezt a végső képességet, hogy Broxát kilögdössék a saját arcukból. Kicsit későn érkezett Broxa. Most ez egy ilyen harc volt, nyilván nem tud mindig mindenhol ott lenni, de legalább a végén megpróbált ideérni. És talán, hát igen, még Sartorius meg is tudta zavarni abban, hogy hazatérjen, és ugye kicsit elmulassza a vásárlást. Viszont közben szinte egyébként utolérte Wisdom ideiglenesen is, lehet, hogy csak ideiglenesen, de utolérte legalább Broxát. Igen, pedig ugye elég furcsa, hogy farmban is jelentős a lemaradás, illetve hát gyilkosságokban, meg aztán főleg, bár ugye most már ő is szerzett egyet. És Reckless és Jazziz az, aki érkezhet a középső ösvényre. Ezt ugye az Orican csapata látja, köszönhetően a bokorban lévő őrszemnek. Viszont nem tudom, hogy az Orican le fogja reagálni ezt az érkezést, mert ebből viszont könnyedén kimozdulhat egy toronyra a Fanatik csapata. Bár Reckless megeszi a sebzést, ami fél életerejét is levitte. Majd utána a hívától is megkapja. Igen, de itt igazából ugye ez a, hát ilyen 4v3 felállás volt, hiszen az Orionnek a felső ösvényen Sartorius próbálja visszalögdösni a minionokat. Ugye az ösvény ellenfele még csak most kell szépen lassan visszasétálni, és Jim pedig az alsó ösvény környékén kellett, hogy maradjon, míg Broxa igazából otthon vásárolgatott. Úgyhogy a Fanatic mutatta, hogy talán ki kéne lépni erre a középső ösvényre, de nem volt meg az a kellő magabiztosság, amire szükség lett volna, hiszen nem akarta valószínűleg kockáztatni egy-két gyilkosságot az Orion kezébe adás lévén. Mindenképpen egy jó döntés volt, hogy nem mozdultak ki, úgyhogy nem tudták magabiztosan, hogy pontosan merre is lehet a lövész, hiszen akkor éppen még Tepsz csak a dzsungel közepén várta, hogy most akkor kell mennem, nem kell mennem. Engem is Caps volt az, akit talán a kis térképen láthattunk, hogy próbált volna hazatérni, ám ezt Sartorius megakadályozta egy hordóval, és most lehet az, amiről ugye beszéltünk, Broxa elkezdheti azt a hét sárkányt, ami ugye megkönnyítheti mondjuk utána egy középső ösvényen való toronytörési kísérletet, vagy igazából bármelyik másik tornyot. Ebbe az Orican csapata nem szól bele, talán jobban is teszik, nem igazán voltak olyan helyzetben, független attól, hogy rálátással ugye rendelkeztek a sárkányodójára. Igen, legalább végig tudták nézni, hogy milyen gyorsan elpusztítják ezt a sárkányt. Lehet, hogy egyébként még talán tudtak volna reagálni, úristen, mekkora sebzés kapott Caps. Lehet, tudtak volna rá egyébként reagálni, ha kicsit előbb valahogy meg tudnak indulni, de olyan távolságra voltak a sárként, hogy mire talán odaértek volna, ilyen majdnem ilyen sújtás távolságba került volna esetleg az a sárkány. Miközben egyébként érdemes kiemelni azt, hogy ez a kis aranyelőny, ami előbb 2000-es volt, azért próbálja valahogy az Orihán visszadolgozni, amennyire sikerül. Nyilván neki kicsit azért nehezebb, hiszen a Fanatic eddig nagyon jól tudta megjátszani azt, hogy együtt érkeznek különböző ösvényekre, különböző emberek arcába. És Sartorius most igazából ott Reckless-szel találkozott, hogy szia Reckless, én akkor hazamegyek egy kicsit a torony alá, hogy ott biztonságban érezhessem magam. És azért közben Wisdom is itt van, és érkezik szépen lassan, hívva is a felső ösvény felé. Engem 19. percben, ugye amiről beszéltél, kicsit több, mint 1500-as aranyerőnnyel rendelkezik a Fanatic csapata, viszont fontos kiemelnünk azt, hogy az Orican csapatánál mind Nihun, mind ugye Tubbs már rendelkezik Yamamu szellem kardjával, és Nihun ugye már meg is vásárolta az éj kardját, és valószínűleg Tubbs is ezt fogja tenni az elkövetkező percekben. Ezzel azért mondjuk jobb helyzetben lehetnek egy csapatharcnál, mint mondjuk jelen pillanatban, valószínűleg
amíg ugye Tebzen ez nem készül el ez a tárgy, nem nagyon hiszem, hogy fognak kezdeményezni. Igen, viszont a felső toron nem mozdul ki a fanatik, és érkezik Rengar végső képessége, talán megpróbálja kivárni lehet azt a pillanatot, amikor olyan helyzetbe kerülhetne, hogy valakit elkapjon, viszont valószínűleg az végső képesség, opp, és akkor pont most tudott beleugrani Hiva arcába. A válasz próbált érkezni az Orihan részéről, de bőven nem volt elég. Kevsz megkapta Lulu végső képességét, így ő már veszélyben nincs. Yashiznek viszont kicsit vissza kellett vonulni, és Broxát végre sikerült ismét megállítani. Hát a fanatik részéről erre a megállításra nem fogja fog válasz érkezni, egyedül annyi, hogy a középső ösvényes tornyot viszik el, ha már a felsőt nem sikerült. Vagy hát ha engedi ezt Satorius, de nem engedte végig, nagyon durván be tudta fejezni Kepszet. Ugye érkezett szó ez, hogy segítsen, de hát már nagyon el volt késve az a macska fa attól az érkezéstől. És még meg tud érkezni Néhuni segítségül, valószínűleg gyilkosság nem biztos, hogy be tudják váltani ezt, főleg úgy, hogy szó az végső képessége benvon is villant. De mindenképpen egy jó lépés volt az, hogy nem engedték, hogy a középső ösvényes tornyot döntse be a Fnatic bármelyik játékosa is, Caps, illetve Soas közül. Igen, a felső ösvényen való csatából Brox remekül megmutatja nekünk, hogy mire is jó a vadászat izgalma, illetve hát mire jó egy bokor Rengarnak. Vonzás hullámmal megtámogatva nagyon könnyen elpusztították azt a támogatót, és itt Broxa talán túlvállalja magát, hogy a kis cicává átalakított vízdomra ráugrik, de nem számol Néhunnak a borzasztó nagy sebzésével, és ugye ezután beszélhetünk arról, hogy Caps az, aki ugye kivillant a csata hevéből, és megérkezett a középső ösvényre, viszont hát Satorius egy nagyot villantott, illetve hát villant, és ugye megakadályozta azt, hogy beüsse Caps ezt a tornyot, illetve hát még egy gyilkosságot is szerzett magának. Igen, és kicsit érdekes az, hogy ugye az előbb középső tornyot mennyire próbálták megvédeni Caps-től, viszont most ezért kicsit lassan érkezett meg a reagálás, és lehet egyébként szép lassan végre be tudja dönteni a Fnatic azt a tornyot, miközben őrszemet tisztogat a felső ösvényerek lesz, és lejelzik sajátjukat, hogy minden jobban befolyásolni tudják ezt a felső ösvényt, amire azért már egy kisebb ideje fáj a fogú. Hát igen, látszik, hogy mekkora sebzést osztott az Orihan. Brutális. Válaszként egyébként látszik, hogy Rengar. De egyébként az az érdekes, hogy nem tudott lesebezni a támogatón kívül az Orihan közül senkit. Közben végső képességben próbál valami áldozatra lelni ott a dzsungel területén. Eddig nem túlságosan sikerült, de közben végre beesett a középső ösvényes torony. Igen, viszont Rengar érkezhet, hogy a Yamumu szellemkardjával az Orihan csapata három tagja mögé. Ezt nem teszi meg, és a vadászat izgalmával sem érkezik hátulról, legalábbis nem. Igen, viszont Hívának el kellett villani ahhoz, hogy ne halljon meg. Ezen az első ösvényen már szinte kötelező tankpüfölgetések vannak oda-vissza. Satorius egyébként... Érkeznek a felvonások Yashiznek, akinek a végső képességet el kellett használnia, és pont nem tudta még vízdom felrobbantani egyébként. Derek lesz nem hagyja magát, és Broxa is megérkezett ebbe a kis csatába. Nagyon szépen próbálták meg a gyilkosságot elvinni, abban nem számoltak valószínűleg, hogy ugye Lulunak még benn van a végső képessége, és még villanás is rendelkezett, arra viszont gondolhattak volna kicsit jobban. Igen, viszont én úgy gondolom... Hogy Broxa sebzése óriási. Óriási, és pont elég el tud menekülni ahhoz, hogy Wisdom ne fejezze be, akit majdnem be tudták fejezni, körülbelül 3 életen élte túl, és egy pajzsat még ugyan kapott, de nem annak köszönheti, hogy ő maga túlvelte ezt az egészet. Hát igen, Broxa most jobban menekült, mint az előbb. Igen, pedig ugye ketten, illetve hát Broxa azt hitte, hogy neki itt azért majd terem babér, aztán közben nem egy emberrel találkozott szembe, hanem kettővel, viszont még így is ő volt az, aki majdnem gyilkosságot tudott elhozni. Az előző statisztikából ettől függetlenül láthattuk, hogy hiába rendelkezik egyébként ez a Rengar 4 gyilkossággal, Wisdom Kha'Zix-a is többet sebzett nála eddig a mérkőzésen. Persze jó, nem számít, nem azt nem szoroz akkor, hogyha gyakorlatilag egy csapatharcban le tudja radírozni valamelyik Orihan játékost, mondjuk igen, akár Hívát. Igen, viszont megint bajba kerül, hiszen Broxa belevetődött az arcába, és Wisdomnak is menekülnie kell, el kell használni az ugrását, és még ha lett volna villanás, valószínűleg arra is szükség lett volna, de így meg tudott menekülni úgy az Orihan, hogy nem veszítette el ismét Wisdomját. Aki jelenleg ezért viszonylag szép statisztikában a kezdeti nehézségek után, és a Baron Nashor tudja elkezdeni az Orihan. Az Orihan egy váratlan hív, igen, 3 emberrel érkeznek a Baron Nashorra. Erről a Fnatic csapatának jelenleg nincsen fogalma, viszont Néhun az, aki nagyon eszi a sebzést, és szóval az azért mégiscsak gondolja... Ajaj. Belettek kergetve ebbe a kis csapdába, amit maguknak ástak.
És igen, kettős gyilkosság azon a Mahokáján is, meg a Baron Nashort is el tudták vinni. Hát kezdeményezésnek jó lett volna, de hát nem ők vitték el sem a Baron Nashort, sem pedig a túlélés nem sikerült. És érkezik Broxa megint egy végső képességgel, és brutálisan darálna, ha nem érkeznének meg a felvonások, amikkel kicsit neki is el kell táncolnia. Hopp, az utolsó még talál, de még így sem sikerül őt befejezni. Igen, azt kell mondjam, az elképzelés nagyon jó volt az Orihentől, igazán váratlan volt, viszont azzal nem számoltak, hogy egyrészt ennyire lesebzi őket a Nashor, másrészt azzal, hogy Szalaz megérkezik még idő előtt, és egyébként két gyilkosságra is szertett, majd utána ugye Oriana révén sajnos a Baron Nashort is elviszi a Fanatik csapata, mármint sajnos az Orihennek. Így viszont nem, hogy visszább jönne az Orihen a mérkőzésbe, hanem még csak hátrányba kerül, újabb tornyot veszítenek. Hát magukat hozták még nehezebb helyzetbe. Igen, és most már a tornyok állás ugye 4-0-val szemben, ami nagyon szomorú, és az aranyelőny is brutálisan megugrott egyébként. És most úgy tudják elvinni ezt a hegysárkányt, a már második hegysárkányt ezen a mérkőzésen, hogy megint nem tud beleszólni az Orihen, és valószínűleg nem is volt annyira tudomásuk róla. Visszajátszás. Igen, ugye érkeztek, annyi abból sejthette a Fanatik csapata ezt, hogy valamit csinálnak, hogy ugye a rálátásuk hirtelen megszűnt. És hát szó az jön. És igazából, ha nem is az ő sebzése az, ami itt annyira fontos, sokkal inkább a Baron Nashoré, ami jelen pillanatban úgy tűnt, hogy inkább a Fanatikkal van, mint az Orihennel. Hát, nagyon nagy elszámolás, nagyon nagy ellépés. Nem tudom, hogy innen, ebből a pozícióból hogy tudna visszajönni az Orihen. Hát brutálisan szétrobbantják Jessis arcát. Mi az Isten volt ez? Érkezik Broxa, a hatalmas helyzés ki akarja osztani névúra, akit még pont be lehet fejezni. Az Orient tagjai visszalettek szorítva, és Broxa még valószínűleg egy kicsit üldözni fogja a tervezet, hogy még mindig itt van ez a huncut macska. Talán most lesz az, amikor ugye az Orient tagjai összegyűlnek, hogy valamit még talán itt tudnának hozni, de hát, tudják, hogy itt a Fanatik tagjai megnyugultak. És a felső ösvényét tornyát is el tud vinni Capsack közben, és Saturiusnek beleszólása már nem nagyon lesz ebben. Igen, épp ez az, amiről beszélni akartam, hogy ugyan gyűlhetnének, viszont Capsre ugye muszáj odafigyelni, ezért mondjuk Saturius nem is érkezhet megsegíteni a csapatát. Ennek köszönhetően nem is egy, hanem két tornyot bukik elég gyorsan az Orihen csapata, és ugye Agragas végső képesség után Caps kivillan. Viszont így ugye még egy tornyot nem tudtak elhozni. De azért könnyen elmenekült Caps ebből. A halál 4 felvonásban nem volt jelen pillanatban a legjobb. Hát igen. Nagyon, igazából nem is nagyon kellett megerőltetni a magát, egy kicsit odébb mozdult, hát ezek a lövések már nem nagyon fognak eltalálni, és hát igen, a 4 lövésből 0-át sikerült célba juttatni. Farmolása jó volt egyébként, ha másra nem is. Hát az a szomorú helyzet egyébként, hogy az Orihen nagyon szépen vissza lesz szorítva a saját bázisára, ugye most már azokat a tornyokat kell védeniük, amik már az inhibitoraik előtt vannak, ami mindenképp szomorú abban a szempontból, hogy ugye 6 toronnyal tudott eddig a Fanatik előre törni, míg vele szemben az Orihen eddig 0-át birtokol, mindő eldöntött torony, és az aranyelőny is most már 10 000-es, ami hát jó sok tárgy tud abból elkészülni, hiába nagyon szép sebzés. Ez a torony valószínűleg megint be fog esni, és Broxa megindul előre. Itt inhibitorért fog a Fanatik előre vonulni. Nagyon beleszólása az Orihennek nem lesz. Hát igen, látták, hogy ez a torony könnyen elhozható, elhozták még az inhibitort, és innentől közben vissza tudnak vonulni maga biztosan, hiszen a felső ösvényre már kevésbé odafigyelni, hiszen a szuper minionok elkezdik majd az úzást. Igen, és szorul a hurok az Orihen játékosai körül. Egyre nehezebb a helyzetük. Ugye az őrszemekre, ha egy pillantást vetünk, akkor ugye az látható, hogy a Fanatik ahol akciót akart kezdeményezni, vagy ahova érkezni akart, ott tökéletes rálátással bír. És ugye ez alá a torony alá olyan könnyen tudtak érkezni, annyira szavak is nehezen vannak. Saturius mondjuk érkezhetett volna, de nem vagyok benne biztos, hogy bármilyen szinten is meg tudta volna akadályozni azt, hogy ezt a tornyot elvigyék, ha 4-en vannak, ha 5-en. Viszont ettől függetlenül azért azt be kell valljuk, jól csinálta, hogy legalább az alsó ösvényel azt a minion hullámot viszonylag előre tolta, ugye megnehezítve ezzel a Fanatik dolgát, de nem gondolom azt, hogy a Fanatikot egyébként ez olyan nagy mértékben hátráltatná. A vadászat izgalmával szalad Broxa rengárja,
Hát igen, szalad, viszont nem biztos, hogy ebből lesz gyilkosság, hiszen azért ott az alsó toronynek kezdenek bekészülni az Orihen játékos, hiszen hallották és látták is, hogy Broxa bizony elindult azon az úton, amiből általában gyilkosság szokott keletkezni. Érkeznek szépen a felvonások, Reckless, Broxa, semmi. És mire megy az utolsó, miközben szó az oldalt pofozza a junglert, hát a Minionra és Jesse-re, akinek ez nem okoz gondolt, valószínűleg a toronyra fognak kifordulni, miután el tudták pusztítani a víznomat, de nem tudják el pusztítani, hiszen pont az utolsó pillanatban ugrik ki, viszont komoly problémába ütközik mindkét csapat jelenleg, semmelyik nem tud előbb mozdulni. Ez a torony még túléli ugyan, viszont lehet, hogy egy Minion hullámmal később már nem lehet ugyanezt elmondani. Könnyen előfordulhat, illetve azt kell mondjam, az Orihen csapata mindent megpróbál, hiszen most is csak hát igen, szóval ez megérkezett a közepébe az egésznek. Még nem sikerült elpusztítani, egy kicsi életlenül túlélt, az őrangyal leesett róla, megvan az újabb torony, és inhibitorra tud kimozdulni a Fanatik. Mit fog tenni most az Orihen? Hát próbál visszamenni, és a Nexus tornyokat próbálja védeni a Super Minionok és a kisebb Minion társaiktól. De hát elég szépen pofozzák, itt van a teljes Fanatik gárda, míg vele szemben négy ember próbálja valahogy túlélni. Hát alacsony életerőn van az egyik torony, és a másikat is szépen lassan pofozzák, és igen, az egyik Nexus-t védő torony most ebben a pillanatban esetben, szóval az bemegy, hatalmas sebzést osztottak ki Sartoriusra, és Broxa az, aki bevetődik, hív a Wisdom és Tabs 3-asába. Gyilkosság nem lett belőle, viszont még könnyedén be tudják fejezni ezt a Nexus védő tornyot, és valószínűleg ez már a meccs végét fogja jelenteni, a kegyelem döfésként még Wisdom pont be tudta fejezni Caps. És igen, ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, a Nexus beesett, azonnak együtt pedig 2, azaz 2-0 lett a Fanatik számára a meccsek eredménye. Hát hihetetlen játékot mutatott be nekünk megint a Fanatik. Amit meg az Orihen művelt, az kicsit megint átgondolatlan volt, megint nem figyeltek oda eléggé, valahogy nem volt meg megint ez az összhang. Valahogy a kommunikáció is elveszett menet közben, bőven van még mit javítani. Hát ők is úgy jártak, mint az előző két mérkőzésen. Egy hasonlóan igen. Szép csapat, ők is belekerültek a 0-6-ba. Hát igen, van még mindjárt. Igen, a Rocket mintáját úgy tűnik, hogy az Orihen csapata tökéletesen lemásolta a mai nap folyamán, és hát ők is benne vannak egy olyan fajta gödörbe, aminek nem tudom, hogy van-e ennél egyébként még mélyebb pontja, mert mondhatnánk, hogy innen már csak felfele vezethet az út, de hát nagyon nagy kérdés az, hogy egyrészt hogyan, másrészt ugye fontos arról beszélnünk, itt a vége felé az alsó ösvény tornyát, amikor például a Fanatik elkezdte sanyargatni, és ugye a jelzés, hogy az Orihen csapata mindent megpróbált tényleg, Sartorius érkezett teleporttal mögéjük, és ugye Gragas a végső képességével gyakorlatilag egyrészt beérkezett a csapat közepébe, a Fanatik csapatának közepébe, szétdobott mindenkit, például Broxet bedobta a torony alá, és hiába vetette volna rá magát az Orihen csapat. Egyrészt nem volt bennük akkor éppen annyi sebzés, hogy befejezzék egyből, másrészt nem tudták helyhez kötni, egyszerűen nem jött össze az Orihen csapatának gyakorlatilag semmi. Ezen a mérkőzésen ugye még egy tornyot sem tudtak elhozni, ezzel szemben a Fanatik csapata viszont hát talán ugye Broxa megindulásának következtében azért nagyon könnyen befejezte ezt a mérkőzést. Igen, valószínűleg egyébként az volt a meccsnek az a pontja, amikor maradék kis erő is eltört az Orihen játékosoknál, amikor ugye Broxa megszerezte ezt a 3 gyilkosságot. Onnan kezdve valószínűleg sejtették, hogy vagy valahogy figyelmet szentelünk, és nagyon sok embert ráúszítunk erre a Broxára, vagy ő azt a maradék gyilkosság halmazt is, amit a meccs végéig szerezett, szépen beszerzés. Hát sajnos az utóbbi lett, nem fogták meg a macskát, elszabadult, és utána mint a kis játékeket így püffölgette. Volt, amikor túlvállalta magát, ez tény is való, viszont ettől függetlenül olyan fenyegetést jelentett abban a pillanatban, amikor elindult a végső képessége, hogy visszahúzott mindenki tornyok alá, összebújtak, hogy gyerünk, védjük, melegítsük magunkat, jön a Rengár, tudok beszélni lassan a meccs végére is egyébként. Hát igen, és egyébként látszik, hogy Reckless lett ennek a kis szériának a legjobb játékosa, mivel szerintem főleg az első meccsen tanúsított Jingyi bőven rászolgált. Igen, az MVP szerepét nagyon megérdemelte, meg sem halt ugye a két mérkőzés alatt, illetve hát ez a mérkőzés egy tökéletes példája annak, hogy miért kell Rengárt bannolni. Nem tudom, hogy emlékszel-e, én magam bevallom, nem, hogy mit tiltottak helyette.
ez a legjobb kérdés egyébként, de bőven Rengárt kellett volna inkább. Igen. Egyébként, Varus volt, igen. Ő volt az, akit helyette. Mert emlékszem, ő volt az utolsó tiltás, és akkor volt az ugye, hogy szó esett róla, hogy ha ő ott ugye ki lehet volna szedve mondjuk Rengár, akkor valószínűleg Varus érkezik meg, de így, hogy Varus lett kiszedve, mert úgy érezték valószínűleg, hogy veszélyesebb, ami végül egyébként nem történt meg, mert lehet ezzel a Rengárra rosszabbul jártak. Hát igen, kicsit azért jobban át kéne gondolni, hogy kitől is félünk úgy igazán, főleg Broxa Rengárjától. Thanks guys, this time I decided I'd be taking a seat and I'm joined by Broxa Fanatics Jungler. Congratulations on your 2-0. Köszönöm. Igen. Hát ha Varus tiltottak, igen, Varus tiltottak. Ez a Sivir, ez legalább annyira ütőképes lövész volt ezen a mostani mérkőzésen, mint mondjuk akármelyik másik lövészt, hogyha elhozták volna. A vadászaton képességét ugye azért párszor kamatoztathatta is. Hát igen, főleg még Rengár is. Igen. Hihetetlen. Nem az Origen csapatán nevetünk, szimplán azon, hogy mennyire könnyű fanatik győzelem volt, aminek szemtanúi lehettünk. Meg hát miért nem lehet tiltani Rengárt, kérdezem én. De tényleg. Lehet úgy gondolták, hogy ez a nerf, ami érkezett rá, az elég lesz, de hát nem elég. Nem elég. Nagyon nem volt elég rá, hiszen hiába vettek vissza egy kicsit abból a zsebdésben, amit ő bírt, akkor meg a kicsit a dupla V-n is alakítottak, hogy már nem annyi mindent kap. De amit még ad, még így is ez az egész kit, amivel Rengár rendelkezik, ez pont olyan durva maradt még a nerf után is, mondjuk egy Camille kit, amit ugye azóta is folyamatosan azért tiltanak. Vagy hát a nagyjából mindig tiltanak. Lehet ezzel a Rengár is az a helyzet, hogy ezt még mindig tiltani kéne, bármennyire is nem akarnak esetleg egy tiltást elvinni rá, muszáj. Vagy akkor nekik kell elválasztani, de nekik elsőként választ ugye azon az oldalon. Ezt mindenképp át kell gondolni egyébként mindkét csapatnak, de főleg egyébként most az Orihennek, hogy lehet ezt a Rengárt maguk ellen olyan ember kezébe nem kéne adni, aki ezt fogja elég művelni. Igen, illetve ugye érdemes megemlítenünk például az Orihennek a választásait. Például Jace-t, aki ugye nem tudott olyan nagy mértékben kibontakozni, mint amennyire gondolom én szeretett volna, de azért így is gyilkosságokat hozott, a sebzését láthattuk, hogy igen jelentős, viszont a csapat olyan szinten nem tudott belőle profitálni, hogy adott esetben megfordítson egy csapatküzdelmet, ugyanúgy, ahogy bármennyire is ugye meg volt fogva Gragasa mérkőzés elején, szerintem maga a választás egyébként észszerű volt, és nem a választásban volt a hiba, hanem az, hogy ugye Broxa ekkora fókuszt fektetett a felső ösvényre. Igen, meg nyilván egyébként lehet abban is volt ez az egész, hogy kitalálta az Orihen, hogy akkor jó, akkor van egy Gragasunk, jó, akkor ő nagyon jó lesz ott fönt, ott elhelyezzük, lehet nem fog sokszor meghalni, ami végül azért meg is történt jó párszor, hála annak a Rengárnak, akivel annyira nem sokszor számítottak, de valahogy ez az egész így nem állt össze. Szóval elképzelés szinten nagyon jól működhetett volna, hogy építettek egy olyan csapatot, ami még tökéletesen belélik Gragasi is, belélik Jace is, viszont nem történt meg. Elképzelés szinten nagyon jó lett volna, a megvalósítás volt az, aminél megint elbuktak a dolgok. Nagyon sokszor mondja ez, hogy elképzelik, hogy akkor most nekünk van egy nagyon jó csapatunk. Ez tegnap is volt, amikor ugye volt egy csapatban a Jarvan, a Rumble, a Rengár. Ez nagyon szépen működött, hogy ugye Jarvan megérkezett, becsapdázott, Rengár beugrott, esetleg még valami. Viszont ott is csak korán működött. Utána valahogy elvesztette ez is a varázsát, és utána megbukott megint az elmélet. Hát vagy ugyanúgy, mint az előző szériában, amikor ugye volt egy Shen Graves Oriana, hogy Graves ugye megérkezett, értelemszerűen ugye jött volna rá a Shen, csak egyszerűen nem volt lehetőségük harcolni, mert ugye Graves addigra vagy megölték, vagy ugye kiszorították, és már menekülnie kellett, és ugye miatt az Oriana vonzás hullámok sem jöhettek ki. Itt is inkább ez volt, hogy persze benne volt az, hogy sebezzünk távolról, ugye egy Jace-szel, vagy egy Jinnel, de hát ha nincs előttük egy fal, ami ugye megakadályozza azt, hogy mondjuk egy Rengár beérkezzen, akkor nagyon nehéz bármit is kezdeni a helyzettel. És ugye beszéltünk arról, illetve hát kiemeltem, láthattunk egy grafikont a, nem tudom, 15. 18. perc környékén, hogy Rengárnak a sebzése alapvetően nem is olyan sok már az összsebzése, mert például még ugye az a Kha'Zix is, akit azért jó párszor megevett, többet sebzett nála, de nem osztott, nem szorzott, nem számított ténylegesen, mert Rengár amire való, azt ezen a meccsen tökéletesen bemutatta, és neki nem sokat kellett sebeznie,
hanem ugye mint egy gyorsgyilkosnak egyszerre nagyot. Ez pedig nála tökéletesen megvolt. Igen, és ez az egyszerre nagyot sebzés, azt egyébként meg tudtam mutatni úgy nekünk nagyon sokszor, hogy nem egy emberre, igen, mint a legtöbb orgyilkos, egy emberre fogja és kinyom mindent, hanem két-három emberre, akár néha még négyre is ki tudja nyomni ugyanazt a mennyiségi sebzést, ami elég volt ahhoz, hogy ha nem is ölt meg valakit vele, de legalább visszalögdösséget, hogy hát ti ezt nem fogjátok megvédeni ezt a tornyot, mint ahogy az alsó ösvénynél is volt, hogy az első rohamját ki tudta védeni az Orihana Fanaticnak. Szerintem a második hullámnál, amikor ugye bement a tankjuk, akiről egyébként nagyon sok minden nem sikerült leverni, akkor utána már nem tudták megfogni ezt az egészet, és ott akkor már szédés és hát végleg az egész, és valószínűleg ott már teljesen elengedték, hiszen be is fejeződött utána a mérkőzés már. Igen, amiről viszont ugye eddig még nem beszéltünk, nem volt igazából lehetősége vagy értelme erről beszélni, de most lehet, hogy nevetni fogsz. Annyit mondok, Baronna sor. Megint csak azt tudjuk elmondani, elméletben, amit az Orihan ott kitalált, nagyon szép volt, nagyon jó volt, váratlan. Viszont annyira visszaeresült el, hogy gyakorlatilag ott elment nekik a mérkőzés. Igen, ott váratlanul elment nekik a mérkőzés. Mert addig sem nekik állt a zászló, de ott vége volt, onnantól kezdve vége volt igazából. Igen, ott valahogy nem is igazán értem, hogy gondolták, hogy nem fog ekkor elcsebezni ez a Baron, vagy nem fog megérkezni ránk így az ellengárdából senki, úgyhogy csak sejthették, hogy valószínűleg Baronnal sorozunk. És nem sok kellett volna hozzá, mondjuk azt valljuk be, de hát nem sok, de hát mégiscsak kellett volna még hozzá. Na. Hát igen. Mindegy, egyébként szerintem most már erről a meccsről nem sok mindent tudunk mondani, kiemeltük azokat a helyzeteket, amikor már elbukott így az egész, amikor valami összeomlott, úgyhogy szeretném megköszönni ezt a mai figyelmet, köszönöm Edi, hogy itt elviselted, hogy akció voltam. Szerintem remek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy néztetek már, és sziasztok!